nem bírta botrány nélkül végignézni Gyurcsány Ferenc pártja, ahogy a parlamentben esküdte ezt Budai Gyula. Az egykori elszámoltatási kormánybiztos korábban csaknem 1500 vizsgálatot kezdeményezett, és hát nem kis számban a milliárdos pártvezető ellen. A tisztelt házba visszatérő Budai Gyula itt van a stúdióban. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Na, tehát egy közjáték zavarta meg az eskütételt, de még mielőtt kivonultak volna a DK-sok, nyomtak egy nemet is. Igen, valóban a magyar demokrácia történetében ez példátlan volt. Ugye ez egy technikai jellegű dolog, amikor egy képviselői mandátumot igazolni kell egy igen gomnyomással, és a parlamentben az a hallgatólagos megállapodás van, hogy ilyenkor az egyik párt által jelölt képviselő, mielőtt leteszi az esküt, a többi párt egy igen gombbal támogatja, vagyis igazolja a mandátumát, amely mandátumot ugye a Nemzeti Választási Bizottság állította ki. Hát legnagyobb meglepetésre nem csak, hogy kivonultak, hanem 5 DK-s képviselő nem gombot nyomott. Tehát én azt gondolom, hogy ez már a legalja mindennek, innél lejjebb nincs. Ez teljesen egyértelmű, hogy a DK, mivel nem talál rajtam fogást, vagy Gyurcsány Ferenc nem talál rajtam fogást, és azért ne felejtsük el, az áprilisi választási kampányban azért többször keményen összecsaptunk, és Gyurcsány Ferenc nem jött ki jól ebből az összecsapásból. Most valahol ilyen kicsinyes bosszút próbál állni, de hát... Tehát ön arra utal, hogy a Ceglédi Csaba ügyel összefüggésben, vagy amiatt történhetett ez? Természetesen ugye Gréci Zsolt, a DK frakcióvezetője azonnal nyilatkozott az Indexnek a történtek után, hogy én a kampányban többször megrágalmaztam Gyurcsány Ferencet, megrágalmaztam a DK-t, valótlanságot állítottam róla. Ugye mindenki emlékszik, hogy azért itt nagyon komoly összefüggés volt Gyurcsány Ferenc, a DK, Ceglédi Csaba között. Eltűnt milliárdokat keres a nyomozó hatóság, közben Ceglédi Csabával szemben vádat emeltek. Az Altus ellen nyomozáson rendeltek el a jogosatlan pénzügyi tevékenység miatt. Tehát azt gondolom, hogy ez mind-mind bosszantja Gyurcsány Ferencet és a pártját, és valószínűleg ezért tanúsították ezt a magatartást. Hogy áll egyébként az Altus ügyben a nyomozás? Én is csak a sajtóból tájékozódom. Ugye ilyen két kört futott itt a hatóság. A Nemzeti Bank feljelentése alapján első körben a rendőrség megtagadta a nyomozást, majd a Nemzeti Bank panaszt jelentett be, és a panasz ezek szerint alapos volt, mert az elmúlt másfél hétben az ügyészség elrendelte a nyomozást az Altus, Ceglédi Csaba és a különböző kétes jogügyetek vonatkozásában. Ezek bizonyos kölcsönszerződésekről van szó. Közel 400 millió forintos kölcsönösszeg átadásáról volt szó, amiben én tettem. Volt-e, vagy nem volt? Igen, én tettem ebben az ügyben még a tavalyi évben bejelentés a Nemzeti Bankhoz. A Nemzeti Bank egy fél éves vizsgálatot folytatott le, beszerezte a szerződéseket, és arra az álláspontra jutott, hogy az én bejelentésem alapos volt, és ezért tett büntető feljelentést az Altus ellen. A Demokratikus Koalíció arra kért az Európai Bizottságot, hogy zárják ki azt, hogy a kettős állampolgárok szavazhassanak az Európai Parlamenti jövő évi EP választáson. Ön ezt is politikai? Ez annak az álmokfutásnak a, hogy így mondjam, a folyamány, amit a Gyurcsány Ferenc még MSZP elnökként tehát valamikor, ugye ne felejtsük el itt a kettős állampolgársággal kapcsolatos népszavazás részén. Aztán utána a tavaszi választásoknál azt mondták, hogy a határon túliak ne szavazhassanak. Most ez a újabb megvilágosodás Gyurcsány Ferenctől, hogy az Európai Uniós választásokon ne vegyenek részt. Én nem értem Gyurcsány Ferencet, hát ezek az emberek ugyanolyan magyar állampolgárok, szavazati joggal rendelkeznek. Nem tudom, hogy Gyurcsány Ferencet ez miért bosszantja, de Gyurcsány Ferenc szerintem nem tud másképp bekerülni a médiába, csak hogyha ilyen általam nem igazán normálisnak nevezhető témákat dob fel a sajtóba, és akkor erre a baloldali sajtó ráugrik, és akkor megint az van, hogy ugye az uniós választásokon a határon túli magyar állampolgárok ne tudjanak szavazni. A Simonka György mentelmi jogának felfüggesztéséről is szavaztak. Miért volt erre szükség? Én azt gondolom, hogy ez egy jogi ügy. Simonka képviselőtársamat ugyanúgy megilleti
ártatlanság véleme, mint bárki más. A nyomozó hatóság a feladata, hogy Simonka György felelősségét ebben az ügyben megállapítsa, amennyiben megállapítják a felelősségét, ugyanúgy kell eljárni vele, mint Szegléri Csabával szemben, ugyanúgy vádat kell vele szemben emelni. Én azt gondolom, hogy ez egy jogi kérdés, tehát ez nem politikai kérdés. Az, hogy az ellenzék megpróbál belőle politikai kérdést csinálni, az egy számomra eléggé nehezen elfogadható dolog. Úgy tudom, hogy Simonka György is igennel szavazott, vagyis ő is kérte, hogy a mentelmi jogát adják ki. Ő is áll a vizsgálat elé, szeretné, hogyha a nyomozó hatóság valóban az ő felelősségét ebben az ügyben olyan mértékben tisztázná, vagy nem tisztázná, amely alapján eljutunk abba a helyzetbe, hogy azt tudjuk mondani, hogy Simonka György elkövetett egy bűncselekményt, vagy nem követett el. Hát apropó, én azt mondta, hogy Gréci Zsolt azt állítja, hogy ő megrágalmazta a pártot, illetve Gyurcsány Ferencet. Ebben született ítélet? Nem. Számomra az is furcsa, hogy Gréci Zsolt állandóan azzal áll a sajtó elé, hogy a DK mennyi pert nyert velem szemben. A DK egyetlen pert nem nyert velem szemben, vannak folyamatban személyiségi perek, összesen 4 darab. A múlt héten kaptam egy újabb keresetlevelet Gyurcsány Ferenc jogi képviselőjétől, de nincsenek ezekben az ügyekben jogerős ítéletek, tehát sem DK, sem Gyurcsány Ferenc ellenem még jogerősen nem nyert pert. Demeter Márta, az LMP társelnöke, ugye egy Orbán Flóra nevű fiatal, egy kislánynak az utazása ügyében kérdésbe burkolva, hát úgy tűnik, hogy egy lehetséges, hogy kiszivárogtatott államtitkokat. Ön szerint tudatlan volt Demeter Márta, vagy szándékosságot se véle mögött? Ha tudatlan volt Demeter Márta, akkor semmi helye a parlamentben. Tehát egy bizottsági alelnök, aki a Honvédelmi Bizottságnak az alelnöke, tudatlanságra nem hivatkozhat. Én Demeter Mártát ebből a szempontból elég jól ismerem. Olcsó politikai sikerért, vagy politikai haszonszerzésért hajlandó bizonyos dolgokat bevállalni. Én azt gondolom, hogy Demeter Márta semmi más nem szeretett volna, mint a jelenlegi miniszterelnököt, annak családját, vagy a Flóra nevű lányát megrágalmazza. Aztán miután ugye a honvédség cáfolta ezt a tényt, ahelyett, hogy bocsánatot kért volna, azt üzente, hogy ő további kérdéseket fog feltenni. Egyébként ma a parlamentben megint személyes érintettség révén kapott 2 percet ebben a kérdésben, és semmi másról, tehát magáról erről az ügyről nem beszélt, vagdalózott, csapkodott, megint mindennel vádolta a kormányt, hogy ki nincs átvilágítva, ki van, ki Szilárdot hozta föl, és abszolút olyan témákkal jött elő, aminek semmi köze ahhoz, amit ő elkövetett. Demeter Márta ebben a kérdésben, én azt gondolom, hogy több jogszabályt megszegett. Ugye ilyen iratbetekintés esetén egy képviselővel, ha minősített adatoknak minősülnek, egy titoktartási nyilatkozatot iratnak alá. Ami azt jelenti, hogy miután betekint az iratba, ő erről a nyilvánosságot nem tájékoztatja. Demeter Márta azonnal, amint az iratokból tudomást szerzett, hogy Orbán Flórát reptették ezen a gépen, akiről kiderült, hogy nem Orbán Viktor, hanem egy Orbán László nevű magyar századosnak a lánya, azonnal telekürtölte a sajtót. A baloldali sajtó ráugrott erre a történetre, és a végén ez sült ki belőle. Én azt gondolom, hogy ha Demeter Márta ilyen felülten, akkor Demeter Mártának nincs helye a parlamentben. Ön ügyvéd elindult, ugye a házelnök kérésére elindult egy nemzetbiztonsági vizsgálat, és az ügyészség is. Így van. Vizsgálódik ez a két vizsgálat, ez független egymástól? Két különböző dolog, ugye a házelnök által elrendelt vizsgálat, egy nemzetbiztonsági átvilágítás, hogy Demeter Márta jelente nemzetbiztonsági kockázatot. Hát aki mert milyen tekintetben, aki ilyen minősített adatokat így kiszolgáltat a sajtónak, az én azt gondolom, hogy alkalmatlan arra, hogy egy bizottsági alelnöki pozíciót töltsön benn. A büntetőeljárás pedig arról szól, hogy történt-e jogszabálysértés azáltal, hogy Demeter Márta minősített adatokat adott át a sajtónak. Budai Gyula országgyűlési képviselő, köszönöm, hogy itt vagy. Én is köszönöm a lehetőséget.